2013. június 21-én hivatalosan is átadták a felújított és kibővített karcagi Akácsliget fürdőt. A hajdani kisfürdővel kapcsolatos álmok már az 1990-es évek elején megfogalmazódtak Karcagon, és azóta folyik a fejlesztés, a lakosság igényeihez való igazodás. Ennek a komplexumnak az építését már 2002-ben elhatározták. A több mint egy évtizedes fejlesztési szándék most valósult meg. A Nagykun Víz és Csatornamű Kft. Által üzemeltetett Akácsliget termálfürdő ügyvezető igazgatóját kérdeztük az új komplexum elindulásának körülményeiről. Tulajdonképpen az egész folyamat 2008-tól indult el. Egy hosszú előkészítő folyamat után keresztül kezdtük el 2011-ben magát az építkezést. Hát ami elkészült, akkor így nagy vonalakban mondanám el, a Gyógy 1-2 medencének felújítása, a régi uszoda helyére került három medence, egy szabványméretű uszoda, egy tanuszoda és egy kétterű termálmedence. Ezen kívül sor került még a kivitelezés során az öltözőépület átépítésére, felújítására, illetve egy tartalékút fúrására. A kivitelezés ideje alatt csökkentett üzemmódba üzemelt a fürdő, ez három medencét jelentett a nyári időszakban, illetve a téli időszakban egy medencét. Most a jelenlegi forgalmat, tehát ez nem arányosítanám, mert akkor egy farszámot kapnánk. Most jelenleg azt tudom mondani, hogy 4-500 fő a napi látogatottságunk, de ez még jelenleg egy bevezető árakon történik, tehát vannak a napi jegyek, bérletek, 10-30 alkalmas, tehát azért van választási lehetőség, mondjuk a változtatás jogával még élni fogunk, természetesen a vendégek igénye szerint. Nagy Sándorné, három gyermekes édesanyja a nyitás után fellépett problémákról beszél. Én azt gondolom, hogy a látogatottság az megfelelő lenne, csak szombat-vasárnap. Úgy gondolom, hogy egy olyan szélsőséges társaság is megjelenik a fürdőbe, akik igazán szórakozni, meg kikapcsolódni jönnek ide a fürdőbe, azok viszont elmennek másfele. Mi nagyon sok fürdőbe járunk, és nagyon sokat találkozunk más városokban, karcagi lakosú emberekkel, és ők mind elmondják, hogy azért nem jönnek ide, mert itt nem lehet szórakozni. Nem lehet a törölközőt magára hagyni, a strandpapucsot magára hagyni, a táskát magára hagyni. Na, és az nem szórakozás, amikor az ember 10 szemmel figyeli a dolgait. Tehát inkább ez a probléma. Én azt gondolom, hogy ezen kellene változtatni. Egy kicsit nagyobb szigorral, egy kicsit nagyobb odafigyeléssel, és mindenki vegye meg, én úgy gondolom, a belépőjegyet, fizessen érte, és akkor megfelelően fogja tisztelni a fürdőt. Mert míg csak úgy bejövök a fürdőben, és esetlegesen kapom a jegyet, és nem fizetek érte, akkor nem fogom tisztelni. Tehát nem érzi azt, hogy erre vigyázni kell, hanem egyszerűen ide jön a fürdőbe randalírozni. Most ez a fürdő nem azért épült fel, én úgy gondolom, hogy itt randalírozás legyen, hanem azért, hogy a gyerekeinket úszótanfolyamra hordjuk, tehát legyen egy felnövekvő társadalom, amikor a gyerekek intenzíven úsznak, mert ezt tudjuk, hogy az úszás mindenre jó. Ide régebben nagyon sok idős ember jött az uszodába, amikor még a másik volt, csak úszni, mert kellett nekik a szívének, a gerincének. Na most ezek az idősebb emberek, hogyha ilyen fajta dolgok lesznek, nem fognak jönni, mert nem tud egyszerre vigyázni a dolgára, meg úszni is. Tehát ezt azért azt gondolom, hogy ezt szigorúan kell kezelni, hogy itt ne legyen randalírozás, ne legyen lopás, tehát szórakozni jöjjön ide, és ne azért, hogy itt más emberben kárt tegyen, vagy más embernek a dolgait eltulajdonítsa. Tehát nem mosakodni jövünk a fürdőbe, hanem szórakozni, úszni, kikapcsolódni. Hogy volt egy kis incidens a nyitás után, hogy próbálja a vezetés, illetve a működtető ezt megoldani, hogy továbbra is biztonságos és szórakoztató létesítmény maradjon, tehát hogy ne zavarják a fürdőzni, szórakozni vágyó karcagiakat, illetve vidékről ide látogató fürdőzőket. Igen, sajnos volt incidensünk, hát vannak egyes vendégek, akiknek, hogy finoman fogalmazzak, magatartásbeli problémájuk van. Ez ellen is természetesen intézkedtünk. Hát itt elsősorban ezt mondom, hogy biztonsági őrszolgálatot megerősítettük, illetve kamerákat szereltünk fel, természetesen az intimitás biztosításával, amellyel szeretnénk kiszűrni azokat az egyéneket, akik a fürdő vendégek pihenését gátolják. Itt elmondanám még azt is, hogy aki ilyen problémával
küzdik, az a kitiltás jogával is élni fogunk. Természetesen ennek még a jogi hátterének még teljes utána fogunk nézni. Keserű Sándor pedagógus, úszóedző arról beszél, hogy miért lett ideális ez az új létesítmény. Én úgy látom, hogy nagyon tetszik a szülőknek, nagyszülőknek, gyerekeknek, nekünk is, oktatóknak is tetszik a dolog. Gyakorlatilag nem vagyunk kitéve az időjárás viszontagságainak. A víz az teljesen jó hőfokú, szerencsénk van, mert a kezdő gyerekeknek van egy melegvizes medence, a haladó gyerekek most itt vannak mögöttem, nekik van egy úszoda, tehát gyakorlatilag mindenkinek a saját tudás szintjének megfelelő vízhőmérséklet és vízmélységet tudunk biztosítani. Úgy látom, hogy nagy igény van rá, a szülők nagy örömmel jöttek és jelentkeztek a tanfolyamra. Most vagyunk túl egy kéthetes tanfolyamon. Én úgy látom, hogy eredményesen végeztünk. Nagyon sok kezdő gyermekünk volt, akik eljutottak olyan szintre, hogy akár haladóként jöhetnek esetleg egy következő tanfolyamra, vagy ha a szülő úgy gondolja, akkor nem hozza a tanfolyamra, hanem szeptembertől úszóedzésre járathatja a gyerekeket. És nagyon sok már óvodáskorú gyermekkel kerestek meg bennünket úgy a szülők, hogy szeptembertől szeretnék hozni őket edzésre. Szentannai Mónika védőnő nagyon fontosnak tartja, hogy gyermekei megtanuljanak úszni. A tanfolyamra a gyermekeket meg volt hirdetve és úgy íratta be Keserű Sándor és Kun László tanár úrhoz. Én biztos voltam benne, hogy ezen a nyáron az úszoda átadása után el fogom hozni a gyerekeket úszni, meg kíváncsi voltam rá, hogy hogyan is alakították itt ki ezt a szép objektumot. Meg tudnak-e egy nyáron tanulni a gyerekek úszni, vagy legyenek-e türelmesek a szülők, mert nem biztos, hogy az első alkalommal sikerül ez neki. Az, hogy két hét alatt úgy megtanulni úszni, hogy teljes vízbiztonsága legyen a gyereknek, és minden úszásnemet tudjon, ez azt hiszem, ez egy nem elvárható dolog. Viszont a piciknél nagyon fontos az, hogy megtanulják a vízbiztonságot, hogy biztonságban érezzék magukat. Én azt hiszem, hogy ebben nekünk szülőknek nagyon nagy felelősségünk van, hogy milyen korán visszük vízbe, mi hogyan állunk a vízhez, mi hogyan érezzük magunkat a vízben, és ebből fog a gyermek leginkább tanulni és profitálni. Annak idején én 1990-ben kerültem Karcagra, akkor kezdtünk el úszással foglalkozni, kezdtem el úszással, szépen kialakult egy olyan úszómag, akikkel már annak ellenére, hogy heti kétszer-háromszor edzettünk csak, már diákolimpiai eredményeket tudtunk felmutatni, és ez szépen fokozódott. Onnantól kezdve nem csak egyedül dolgoztam, hanem voltak edzőkollégáim, még több gyermekkel tudtunk foglalkozni, még nagyobb eredményeket tudtunk elérni, és sajnos azt kell mondjam, a számunkra a legjobban felfutott időszakban, ha úgy tetszik, a csúcson kellett szüneteltetni ezt az egészet. Ez inkább a mostani 7-es, 8-os gyerekeknek érvágás, mert amit addig teljesítettek, amit addig dolgoztak, az gyakorlatilag eredménytelenül fejeződött be. A kicsiknél nincs gond, mert most akkor előről kezdünk mindent. Az elsősök, az óvodások szerintem ugyanolyan eséllyel indulnak, mint bármelyik más nagyváros úszodáiban úszó versenyzők. Most a gyerekek vették igazán birtokba, tehát több úszótanfolyam és pedagógus felügyelete alatt, és itt a nagyszülők, a szülők emellátára folyik az úszótanfolyam, és gondolom, hogy az úszásoktatás is beindul majd újra szeptembertől. Igen, már beindult. Tulajdonképpen a vendégeket, hogyha két csoportra osztanám, akkor ez úgy működik, hogy van az úszásoktatást a járók, illetve a strandolni vágyó vendégek. Mind az üzemeltetőnek, meg a vendégek is tulajdonképpen be kell lakni ezt a létesítményt, meg kell szokni, de ezen kívül, tehát a fürdési lehetőségen kívül még majd lesz wellness szolgáltatásunk is, amely jelen pillanatban most igényeket mérünk fel. Itt gondolok ilyenre, hogy a finn szauna, infraszauna, szolárium, jacuzzi. A karcagi víz is gyógyvíz. Voltak itt ilyen különböző gyógyászati alkalmak is, illetve lehetőségek. Azok maradnak-e egyáltalán, mikor gondolom felújítás alatt volt, akkor megszűnt, és most majd beindítják-e? Erről tudna-e valamit mondani? Igen, volt gyógyászati rendelés az elmúlt években, most jelenleg nincs. Ettől függetlenül a Sóskút közismertebb nevén, tehát gyógyvízé van nyilvánítva, tehát most tulajdonképpen gyógyvízű strandfürdő vagyunk. Tehát a gyógyvíznek a különféle gyógyító hatásait most is élvezhetik a vendégek. Jelenleg tárgyalások folynak arról, hogy később beindul majd a gyógyászat. Az imént említettem, hogy az új kút
fúrására is sor került. Azt is szeretnénk gyógyvízé nyilvánítatni. Hát ez egyenlőre még sajnos anyagi lehetőségeknek a keresése van folyamatban, mert azért nem olcsó játék ez sem. A pénztár is új, tehát új épületbe került. Itt említeném meg, hogy ott tettünk egy véleményládát, tehát hogyha valakinek valamilyen javaslata van, akkor azt mi megvizsgáljuk, és akkor azt szerint fogunk eljárni. Mint mondottam már a beszélgetésünk elején is, tényleg azon vagyunk, hogy a vendégek igényeinek feleljünk meg, hát természetesen a lehetőségekhez mérten.